közgondolkodásba, és az is lehet, hogy hosszabb, rövidebb időn belül új megfogalmazódást nyer, hozzáadódva valamihez, egy értékszemponthoz, ahhoz, hogy ez a, és akkor eljutunk oda, hogy ez a törvény mindenki megelégedésére, azokére is, akik eddig ellenezték, elismerten a magyar kultúra javát szolgálja majd. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés TPER 3500-as számon, az együttes bizottság ajánlást pedig TPER 3500/40-es számon megkapták és megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a törvényjavaslat szerkezeti rendjét követve két szakaszban vitassa meg az Országgyűlés. Felkérem Szilágyi Péter jegyző urat, ismertesse a javasolt vita szerkezetet. Tisztelt Országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszban az ajánlás 1-től 33-ig terjedő pontjai szerepeljenek, amelyek egyes munkaügyi tárgyú törvények módosítását kezdeményezik. A második vitaszakasz a 34-től 49-ig terjedő pontokra nyílik meg, amelyek további nem munkaügyi tárgyú törvények módosításait érintik. Köszönöm, jegyző úr, tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, az általános vitában elhangzottak megismétlésének elkörése véget. Kérem, hogy felszólalásuk kezdetén jelezzék a bizottság ajánlás melyik pontjához kívánnak hozzászólni. Megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás 1-től 33-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. Megadom a szót Szűcs Erika képviselőasszonynak, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm a szót, elnök úr. Ebben a 6 percben megpróbálok az 1-es, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es módosító indítványokhoz, ajánlási pontú indítványokhoz szólni. Az első csomagban ugye olyan módosító indítványok szerepelnek, amelyek közül szerencsére a bizottságok is a legfontosabbakat támogatták, és alapvetően a közfoglalkoztatási jogviszonyt létesítő szervezetek kibővítéséről, illetve hát a közfoglalkoztatás keretében bizonyos területeken végzett munkák lehetőségéről volt szó. Megvallom őszintén, ezt én egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy a magánerdőgazdálkodóknál kibővíthető a elvégezhető munkák köre, hogy a szociális szövetkezetekben közhasznú tevékenységre foglalkoztatható, közfoglalkoztatott, hogy a vasúti pálya fenntartáson, de azért az a véleményem, hogy ide persze még nagyon sok mindent be lehetne, meg majd a gyakorlat kihozza, be lehet írni. Ugyanis ezek azok a módosító indítványok, amelyek legalább jogilag lehetőséget biztosítanak arra, hogy az általunk hasznosnak, vagy célszerűnek, vagy a munkavilágába visszavezetőnek, és egyúttal a vidék gazdaságát élesztőnek tartó közfoglalkoztatási rendszer, azaz a helyi társadalomra épülő közfoglalkoztatási rendszer egyáltalán életben maradjon. Sajnos azt látjuk, hogy arra nincs mód, hogy megváltoztassuk a kormánypárti frakciók körében kialakult víziót, amely azt képzeli, hogy országos nagy közmunkákkal visszavezetheti az érintetteket nagy százalékban az elsődleges munkaerőpiacra, pedig hát ez sokféle szakmai szemponttal indokolható, hogy nem működik. Államtitkár úr elmondta azt a általános vitában a válaszára, hogy ő polgármesterként az önkormányzati bázisú közfoglalkoztatást hogyan élte meg, de ugye nem haragszik meg, ha azt mondom önnek, hogy én annál önt sokkal kiválóbb polgármesternek ismerem, semmint, hogy elhiggyem, hogy olyan ügyefogyott volt a közfoglalkoztatás szervezésében, mint az a példa, amit eladott. Valószínűleg előadott, biztos, hogy
hogy volt ilyen is, de azt gondolom, hogy tudna ön ennél sokkal, de sokkal jobb példákat is mondani. Tehát azt gondolom, hogy az élet az bizonyítani fogja azt, hogy kinek és milyen mértékben van igaza, mert nem hiszem, hogy egyik vagy másik vélemény az fehér vagy fekete. Tehát mi továbbra is amellett állunk ki, hogy a helyi társadalom igényeit támogató közfoglalkoztatás, amelynek a révén az idős otthonban lesz gondozó, az óvodában lehet dadus, az iskolában a pedagógus munkáját segítő asszisztens, a település, üzemeltetés és karbantartás ügyeiben állandóan lehet a település építését és szépítését végezni. Ezek a fontosabbak, a gépeket állítólag kiváltó nagy állami beruházásokon történő lapátolással szemben. Egy baj azért van, mégpedig az, hogy a törvényben benne maradt a szervezet, amely a közmunkát irányítja, ez pedig a belügyminisztérium alá van rendelve, és ahogy mi ezt az általános vitában és a bizottsági vitában megértettük, valószínűleg ennek a szervezetnek lesz a dolga, hogy a különböző társadalmi-gazdasági szereplőtől érkező munkafelajánlásokat, meg a munkára várókat összehangolja, és hát itt nincs kétségünk, hogy milyen típusú feladatok fognak ebből a szempontból prioritást élvezni, de hát ez majd igazából a forrásokból fog kiderülni, de hát a különböző programok felfüggesztéséből egyértelműnek tűnik, hogy alapvetően az történik, hogy a helyi társadalom támogatásától helyi társadalmat támogató források átcsoportosítása folyik az országos nagy közmunkaprogramokhoz. Ami nem támogattak, pedig rendkívül fontos lenne, és megpróbáltuk úgy megfogalmazni, hogy legalább rávilágítsunk arra, hogy milyen állapotban is van ez az ország, és ha nem is az ország egész területén, de a leghátrányosabb helyzetű térségekben próbáljuk meg fenntartani a mai rendszert, és a foglalkoztatásnak a napokban történő időtartama és az egy napon belül ledolgozható órák tekintetében, ugye itt a 9-es, 10-es ajánlási pontról van szó, a mostani gyakorlatot próbáljuk meg átmenteni. Azaz a 90 napos foglalkoztatás és a napi 8 órás foglalkoztatás mellett tennénk le a voksot. Mindenek előtt azért, mert az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben az a fajta foglalkoztatás, amely tulajdonképpen nem foglalkoztatás, csak elfoglaltságszervezés, az a jövedelem hiány miatt, ami az ilyen típusú foglalkoztatással szükségszerűen bekövetkezett, emiatt a jövedelem hiány miatt tragikus állapotokat hozott létre. A legfrissebb KSH adatok szerint az országban növekedett a szegénységi küszöb alatt élők száma 37%. Hogy a gyerekek 15%-a olyan családban nő, ahol egyáltalán nincs kereső, és sorolhatnám az adatokat. Higgyék el, egy ilyenfajta érzékenység nélkül tragédiába sorolják az országot, és ezen belül mindenek előtt a hátrányos helyzetű térségeket. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, felszólalásra következik Berta Szilvia képviselőasszony a Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Én az ajánlás 14, 18, 19 és 29-es pontjához szeretnék hozzáfűzni magyarázatot. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy az álláskeresési járadékra való jogosultságot, azt kiveszi az alól a kötelezettség alól, hogy csak akkor jár, amennyiben az álláskereső elfogadja a felkínált közmunkát. De ennek az az indoka, hogy a munkahely elvesztése utáni hónapok a legsikeresebbek és a leginkább sikerrel kecsegtető időszak a munka, új munkahely találása szempontjából. És ha ebben az időszakban kiközvetítik közmunkára az álláskeresőt adott esetben az ország másik felére, akkor nem lesz ideje és lehetősége munkát keresni, tehát pont a legreménytelibb időszaktól fosztjuk meg. Továbbá az álláskeresési járadék az nem szociális segély, hanem az egy járulékkal alátámasztott tulajdonképpen jogos járandóság, egyfajta biztosítás, így jogilag is egyszerűen indokolatlan az, hogy ezt még plusz munkához kössék, hiszen ez egy jogos járandóság. A másik
ami szintén indokolatlan, ugyanígy az álláskeresési járadékkal kapcsolatban, az, hogy radikálisan csökkentik az összegét, illetve az időtartamot is, ameddig folyósítják. Figyelembe kell venni azt, hogy Magyarországon mennyi az átlagos álláskeresési idő, még hogyha a hosszú időn keresztül állástalanokat kivesszük, akkor sem lehet 3 hónap alatt munkát találni ma Magyarországon. És egyszerűen nem fogja megvalósítani ezzel a csökkentéssel a célját ez az álláskeresési járadék, hiszen tulajdonképpen az lenne a lényeg, hogy az átmeneti nehéz időszakban egy létminimumot biztosítson a munkanélkül maradt embernek és családjának. Ez az összeg, amit szándékoznak adni a munkanélkül maradtaknak, ez arra sem elég, hogy egy családos ember mondjuk élelmiszerrel ellássa a családját, nem beszélve még mondjuk a rezsiről, illetve a hiteltartozásokról. Ugye tudjuk, hogy 60 napos rezsitartozás után kikapcsolják a közüzemet a szolgáltatók, illetve akinek 90 napon túli hiteltartozása van, az önök deviza a hiteles mentőcsomagjának köszönhetően, az már esélytelen arra, hogy ezt a mentőcsomagot igénybe vegye. És hát látszik, hogy egy pár hónapig tartó munkanélküliség esetén egy teljes család tud összeomlani, és gyakorlatilag utcára kerülhet, mert a mai bérszínvonalat figyelembe véve esélye nem lesz arra, hogy utána pár hónap alatt rendbe jöjjön és rendezze az életét. A tartalékaikat az emberek fölélték, tehát arra sem lehet számítani, hogy a félretett tartalékokból ki tudják pótolni, hiszen az elmúlt évek alatt a gazdasági válságban az emberek mindenüket felélték, és egyik napról a másikra élnek gyakorlatilag. A harmadik módosító javaslatunk, amit benyújtottunk, az a működési bizonyítvány kiadása, az ugye törlésre került a munkatörvénykönyvének alkalmazásából. Tehát, hogy önkormányzati vagy akármilyen állami foglalkoztató, aki közmunka keretében foglalkoztat egy munkanélkülit, az nem adhat ki működési bizonyítványt ennek az embernek, holott különösen a tartós munkanélkülieknél ez egy nagyon jó referencia lenne, amit felhasználhatna a további álláskeresés során, bizonyíthatná, amennyiben ő valóban használható munkaerő, akkor ez egyfajta ajánlásként működhetne. Ez teljesen értetetlen, hogy ezt miért vették ki, és ezt miért nem lehet alkalmazni a közmunkaprogram keretében. Ez a módosítónk, ez ezt indítványoz, hogy ezt vegyük ki a kormány által benyújtott törvénymódosító javaslatból. Nagyon fontos és lényeges módosító a differenciálás, mert a legnagyobb probléma a közmunkaprogram javaslattal az, hogy nem tesz különbséget munkanélküli és munkanélküli között, holott két jól elszeparálható csoportra lehet bontani a munkanélkülieket. És a mi javaslatunk értelmében azok, tehát azok nem kötelesek elfogadni a közfoglalkoztatási munkahelyet, amit felajánlottak, akik minimum érettségivel vagy a munkaerőpiacon töltött idő minimum 80%-át munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban töltötték. Ők végzettségük, illetve képzettségük szintjének megfelelő, vagy attól legfeljebb egyel alacsonyabb végzettséget igénylő közmunkát kötelesek elfogadni. Ez egyszerűen azt hivatott kiküszöbölni, hogy azok, akik évtizedeken keresztül tisztességgel dolgoztak, azok ne kerüljenek olyan méltatlan és emberileg megalázó helyzetbe, hogy egy kalap alá kerüljenek az évtizedeken keresztül krónikusan munkát kerülő, és valóban a munkavilágába visszaszoktatni szükséges emberekkel. Ne kelljen az ország másik felében konténerben lakniuk, ugyanúgy a családjuktól elszakítva, hiszen őket nem a munkavilágába kell visszavezetni, hanem ők pontosan tudják, hogy mit jelent az, hogy dolgozni, és ők szeretnének is dolgozni. Az ilyen embereknek azért meg kell hagyni a méltóságot, mert ők már bizonyították, hogy amennyiben van rá lehetőségük, akkor dolgoznak. Ehhez kapcsolódik az is, hogy amennyiben a közfoglalkoztatás a lakóhelytől távol, elszállásolás mellett történik, akkor indokolatlan az, hogy 4 órás foglalkoztatás vagy 6 órás foglalkoztatás legyen, hiszen nem viszi el az időt az utazás, nem tudnak a családjukkal sem foglalkozni, tehát akkor, ha már egyszer az ország másik felébe áttelepítik őket, akkor minimum napi 8 órás foglalkoztatás lenne az indokolt, és teljen le hamarabb a heti munkaidő inkább, és kerüljön vissza a családjához, vagy pedig a munkavégzés időtartama, tehát az időintervallum rövidüljön meg, de az, hogy 4 órát dolgozzon valaki, és utána szabadidős foglalkozásként ki tudja, mit csináljon az ország másik felében egy idegen környezetben, az igazából közbiztonsági okokból sem mindegy.
hiszen nyilvánvalóan, ha már egyszer konténerekben vagy barakokban kívánják elszállásolni a közmunkásokat, ezek nem szöges dróttal körülkerített és őrzött egységek lesznek, de várom államtitkár úr válaszát, ami esetleg megcáfolja ezt. Köszönöm a szót. Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik. Kaufer Virág képviselőasszony, az LMP képviselőcsoportjából. Önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Ebben az 1-től 33-ig terjedő ajánlási számolati módosító javaslatokkal kapcsolatosan az LMP álláspontja az, amit már egyébként az általános vitában is elmondtunk, ugye van itt egy vita a kormány és az LMP közmunka koncepciója között. Mi nem egy olcsó állami munkaerő kölcsönzési rendszert kívánunk létrehozni önökkel ellentétben, hanem egy olyan intézményt, ahogyan a Szűcs Erika is megfogalmazta, mely segíti a helyi gazdaságot, a helyi közösségek fejlődését, tulajdonképpen a szegénység felszámolását megfelelő meghatározható régióiban az országnak elősegíti, ahhoz járul hozzá, és katalizátorként működik az érintett emberek munkaerőpiaci elhelyezkedését tekintve. Itt van egy alapvető különbség, mi olyan módosító javaslatokat tudunk támogatni, illetve magunk is nyújtottunk be ebben a szellemben módosító javaslatokat, amelyek az utóbbit segítik elő, és bízunk abban, hogy a kormány ezt újra tudja gondolni. Van egy kiadványunk is, amelyet szeretnék államtitkár úr figyelmébe ajánlani, az utolsó szalmaszál címmel jelent meg. Ez az LMP közmunka koncepciója, amelyben az alapelveket mi magunk megfogalmaztuk. Egyetértésemmel szeretnék csatlakozni Berta Szilvia képviselőtársamhoz is azokkal a pontokkal kapcsolatban, amiket ő kiemelt, mi ezeket támogatni fogjuk a szavazás során. Szeretném fölhívni a figyelmet egy másik nagyon fontos problémára az LMP számára, és ez pedig a minimálbér alatti foglalkoztatás lehetőségének a megteremtése, úgynevezett közmunkapér bér címén. Mi ezt nem tudjuk támogatni, és aggodalommal tölt el minket, hogy a kormány lépésről lépésre halad afelé, hogy a minimálbér intézményét megszüntesse Magyarországon. Mi is következhet akkor, hogyha teljes munkaidőben lehet foglalkoztatni ezen az állami munkaerő kölcsönző rendszeren keresztül munkaerőt a minimálbér alatt? Hát az fog történni, hogy csökkenni fog a minimálbéren bejelentettek száma, ezek vagy munkanélkülivé válnak, vagy pedig, és akkor majd közfoglalkoztatottként kerülnek vissza a rendszerbe, vagy pedig feketén fogják őket alkalmazni, hiszen nem fogja megérni minimálbéren alkalmazni az embereket. Ez is mutatja azt, hogy a közmunkaprogram az igenis a foglalkoztatás politikának a része, és mi alapvetően nem értünk egyet azzal, hogy ez kikerült a Nemzetgazdasági Minisztérium volt Szomba államtitkár úr keze alól, hiszen ez egy foglalkoztatás politikai kérdés, befolyással van a foglalkoztatás politika egészére, és úgy gondoljuk, hogy a belügyminisztérium ebben csak részben tud az önkormányzatokon keresztül hozzászólni, és nem érezzük úgy, hogy Pintér Sándor miniszter úr vezetése alatt meg fog valósulni. Az a fontos cél, hogy a jogosultak, a rendszerben résztvevők, azok nagyobb lehetőséget kapjanak, illetve nagyobb eséllyel induljanak a munkaerőpiacon, azután, hogy részt vettek a közfoglalkoztatásban. Egyetlen egy dolgot emelnék még ki ezekre a módosító javaslatokra vonatkozólag, és ez pedig az álláskeresési járadék kérdése. Láttuk azt, hogy a Fidesz benyújtott egy módosító javaslatot, mégiscsak 90 napra fog csökkenni az álláskeresési járadék időtartama. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy Magyarországon körülbelül másfél évben telik, mire egy ember el tud helyezkedni egy olyan állásban, amin az neki megfelelő. Tehát azt mondjuk, hogy ez nem életszerű, és változatlanul kérjük a kormányt arra, hogy gondolja ezt újra, és ne hozza teljesen lehetetlen helyzetbe a munkakeresőket azzal, hogy kihúzza az utolsó szalmaszálat is a kezükből. A következő napirendi, vagy a következő szakaszhoz is hozzá fog szólni, van még egy-két javaslatom. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik. Varga László képviselő úr, az MSZP képviselő csoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár urak. Részletes vita formáját tartva gyorsan elmondanám, mely pontokhoz kívánnék szólni. A 9-es, 10-es, 12-es ponthoz, 21-es ponthoz, a 23-ashoz, a 24-eshez és a 25-öshöz.
A 24-es pont kivételével ezek mind szocialista módosító indítványok, Gúr Nándor, Szűcs Erika és Ós Tamás képviselő társammal adtuk le ezeket az indítványokat. Mind-mind tulajdonképpen a vidéki, elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségekben tapasztaltak, indokolták ezeket a módosításokat. Egy szemléletbeli hát más alapállás az, ami minket jellemez ebben a tekintetben, hiszen az önök erőterjesztésében megfogalmazott közfoglalkoztatás hát sokak által elmondottan kényszermunkának is minősülhet, hiszen ez a 4 órás foglalkoztatás 1-2 hónapig, adott esetben a lakóhelytől nagyon távol, akár az ország másik végén is, hát semmiképpen nem biztosít olyan keresetet az ebben résztvevőknek, amely a méltóság teljes élethez elég volna. Szó esett az általánosításban is erről, ugye még csak nem is a általános minimálbér vonatkozik az ilyen típusú foglalkoztatásban résztvevőkre, hanem ez a 46.800 forint bruttó, melynek ugye az egyharmadát még le is lehet tiltani, tehát azt gondolom, hogy ebből mondjuk úgy, hogy napi egyszeri étkezést biztosítanak valakinek az ország másik végén, hát nem nagyon lehet semmit hazavinni és az asztalra tenni a családnak. Ennek szellemében javasoltuk például a 9-es ajánlási pont alatt, hogy határozott idő nem lehet kevesebb, mint 90 nap, tehát hogy ez a foglalkoztatás egy hosszabb ideig tartson. És hát a 10-es pontban teszünk arra javaslatot, hogy egyébként legalább a hátrányos helyzetű térségekre vonatkozóan 8 órában valósuljon meg ez a foglalkoztatás, amely nyilvánvalóan azért volna fontos, mert ezekben a térségekben évtizedek problémáinak halmazaként elsődleges munkaerőpiac nagyon kevés, nagyon kis létszámban biztosít munkahelyeket, gyakorlatilag nem nagyon van, és ott igenis ez a fajta másodlagos munkaerőpiac volt az, amely a megélhetést biztosította ott élők jelentős részének, és mint ahogy elmondtam, az általános vitában valódi értékeket is teremtett, és egyébként a település üzemeltetésben is rendkívül fontos szerepe volt. Végig lehet nézni Észak-Kelet-Magyarország kis településein, Derékig áll rengeteg helyen a gaz is egyébként, és nagyon sok olyan értékteremtő munka sem tud megvalósulni idén, amely a korábbi években az Út a Munkahoz program keretében megvalósulhatott. A 12-es ajánlási szám alatt lévő módosító indítványunk a közfoglalkoztatásban résztvevők egy csoportjának méltósága szempontjából nem mindegy és fontos, hiszen nagyon sokan vesznek részt úgy, vagy vettek részt úgy ilyen típusú foglalkoztatásban, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkeztek. A korábbi években megvolt ennek az a típusú hagyománya, hogy ennek megfelelő és méltó munkabért kaphattak emellé. Hát ezt most nem látjuk ebben a javaslatban, ezért teszünk arra javaslatot, hogy a felsőfokú végzettség betöltése kapcsán ennek megfelelő díjazásban, úgymond jövedelemben részesüljön az illető. Szó esett már arról, és talán akkor először erről, és összefügg persze nagyon sok minden más módosítóval, és a 24-es számú ajánlási pont alatt szereplő, amely Cira Szabolcs képviselőtársam adott le. Minden bizottság támogatta, előterjesztő egyetértett, tehát nyilvánvalóan ez egy majdan megszavazandó, önök által, a többség által megszavazandó módosító indítvány, amely az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartamát az eredetileg az előterjesztésben szereplő 180 napról 90 napra vinné le, tehát arra a 90 napra, amelyről önök eredetileg beszéltek, persze más aspektusból ez ugye csak 45, hiszen egyébként még például azt is elmondhatnám ehelyütt, hogy van egy 23-as számú módosító javaslatunk, amely a folyósítás idejének számítása során a jogosultsági időt ugye a önök által javasolt 10 napról 5 napra viszi le. Szóval komplexen azt látjuk, hogy ennyi idő alatt, amelyet önök javasolnak ebben a módosító javaslatban, nem lehet álláshoz jutni. A önök ismerték el korábban az általános vitában, az átlagos, igénybevételi idő 180 nap, tehát ehhez képest most 90 napnak a levitelét javasolják. Szemben a mi indítványunkkal, amely a 25-ös ajánlási pont alatt szerepel, amely a 180 napról 270 napra, tehát az eredeti korábbi jogszabályokban megfelelő napok számának megfelelően
javasolja ezt megállapítani. Jól látszik ebből, hogy ez egy szimpla megtakarítás, egy megszorítás, ebben a formában önök itt megkívánnak takarítani, azokon kívánnak megint megtakarítani, azokról kívánnak megint egy bört lenyúzni, akik a legnehezebb helyzetben vannak, akik munkát keresnek, ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége azért nem talál munkát, mert hogy az ő térségében, ő közvetlen környezetében nincs is ilyen munka. Az önök politikája pont ezekben a térségekben okozta azt, hogy itt ezekben a térségekben szűnt meg a legtöbb munkahely, és hát nem is nagyon van kilátás arra, hogy tömegével a következő években ezzel a gazdaságpolitikával itt hát tömegével jöjjenek létre munkahelyek. Kérem, támogassák ezeket a javaslatokat, bár túl sok illúzióm nincsen. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, két perces felszállással megadom a szót Volner János képviselőnek, Jobbik képviselőcsoport. Szépen, elnök úr, hát sajnos ismét rám jutott az a szerep, hogy az LMP programját értékeljem, illetve ezzel kapcsolatban elmondjam a véleményem. Hát képviselőtársaim, én minden pártnak a közmunkára vonatkozó elképzeléseit ismerem, mert elolvastam a honlapjukon, tájékozódtam felőle. Az LMP programpontjai gyakorlatilag egy A4-es lap két oldalán elférnek, 20 pontos betű nagysággal szedve az LMP logóval együtt. Ezt azért tisztálásuk, hogy ez a szakmai tartalom az arra kevés, hogy mondjuk az óvodások tájékozódjanak a közmunkaprogrammal kapcsolatban. Önmagában egyébként maga a zöld munkahelyteremtés, mint az LMP fontos PR programpontja meg is jelenik ebben. Azzal, hogy ökológiai célokat kell megvalósítani, meg hogy a foglalkoztatás növelésének kulcsa az új zöld iparágak és nagyszabású építőipari felújítási programok beindítása, de hogy ez alatt pontosan mit értenek meg, hogy hogyan lesz ebből kormányzati politika, ez gyakorlatilag senki nem magyarázza meg. Én azt mondom, hogy most ezeket szerintem tegyük is félre, mert önmagában ez a kiadvány, mint ahogy az LMP eddigi szakmai tevékenysége is visznek tekinthető. Én azt gondolom, hogy ezen a téren sokkal fontosabb és sokkal áttekinthetőbb kormányzati kommunikációra, illetve kormányzati törekvésekre van szükség, mint amit eddig láthatunk, azonban ahhoz részletes szakmai anyagok kellenek, hogy ezeket érdemben itt meg lehessen vitatni az országgyűlésen belül. Amit én egyébként hiányoltam az előttünk fekvő előterjesztésből, arra egyébként többször tett már utalást a Nemzetgazdasági Minisztérium több államtitkára is, hogy a mögöttes szakmai programok, amelyek aztán ezeket a közfoglalkoztatással kapcsolatos kereteket ténylegesen tartalommal töltenék meg, azok egyelőre még nem készültek el. Ilyen módon gyakorlatilag ez a tervezet, ami előttünk van, meglehetősen féloldalasnak tekinthető, hiszen most még egyelőre nem is tudjuk elképzelni azt, hogy hogyan, mi módon fognak több százezer közfoglalkoztatottat elhelyezni a munkaerőpiacon. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Két perces felszállásra megadom a szót Jámbor Nándor képviselőnek, a Jobbik képviselőcsoportjából. Önnél szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak! Az általunk benyújtott módosító indítványokkal kapcsolatban szeretném a kormány figyelmét felhívni, hogy amennyiben önök az általunk benyújtott módosító indítványokat nem támogatják, ez egyetlen dolgot vetít előre, mégpedig az, hogy önök azt várják el ettől a javaslattól, törvényjavaslattól, hogy minél több ember utasítsa el az önök által felkínált munkalehetőséget, és így az erre szánt pénzforrások megmaradjanak a kasszában, és ne kerüljenek kifizetésre. Tehát ugyanis ez fog történni. A másik probléma, amit előre vetít ez a törvényjavaslat, hogy az így megmaradt forrásokat önök esetleg olyan cégek támogatására kívánják fordítani, akik úgymond kormányközeli cégek, és mégis részt vennének ebben a programban, és munkahelyeket ajánlanak fel a mégis munkába állók számára. De én úgy gondolom, hogy ez a létszám ez nem lesz jelentős, nagyon kevesen fogják vállalni az önök által így megfogalmazott törvényjavaslat alapján megvalósuló munkalehetőségeket, nem fognak élni ezzel a lehetőséggel, és az eredendő szándékuk fog megvalósulni, hogy ezek a kasszákban maradó pénzek ne kerüljenek kifizetésre, és nem látjuk ezek alapján az igazi munkahelyteremtő szándékot. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt országgyűlés, felszólása következik Szűcs Erika képviselőasszony az MSZP képviselőcsoportjából.
Köszönöm a szót, elnök úr, folytatnám, hiszen azért szép számmal érkeztek módosító indítványok. Most a közfoglalkoztatónak a kötelezettségei és a felkínált munka elfogadásának a kötelezettségéről szeretnék néhány szót beszélni, illetve az ehhez benyújtott módosító indítványokról.